Angelán át a másik oldalra, Szezák, Weber, 11-es. A büntetőt pedig Szűcs Lajos fogja elvégezni. Hát én nem tudom, Nagy László mit szól ehhez, de azt azért halkan megjegyezném, hogy az újpestiek a második félidőben nem játszottak olyan jól, hogy itt gálát kéne rendezni a Megyeri úton. Az 5-1, az 5-1 persze, ez természetes. Na mindegy. Szűcs Lajos tehát. Kapus a kapusnak. Bíró és Szűcs. Vajon melyikük fogja jobban érezni magát ezután a jelenet után? Szűcsnek nagyobb az esélye rá, de hát ki tudja. Púl még rendezgeti a játékosokat. Szűcs Lajos tehát. Most fut neki a labdának. Gól! De micsoda gól! Hát ez már gála azért, meg kell, hogy jegyezzem. A kapupáról pattan le a labda a hálóba. Bomba góllal 6-1 az Újpestnek. A közönség szerette volna, nagy önbizalmat adott nekem, annak ellenére, hogy mondjuk nálunk ki vannak jelölve a 11-es ugók, és ezek között nem vagyok én. Mi történik akkor, hogyha nem a kijelölt játékos ugja a büntetőt? Hát most a nép akarata érvényesül. És ez mennyibe fog kerülni Szűcs Lajosnak? Hát ez sokba fog neki kerülni. És te fizeted? Nem, ez meg lesz büntetve, mert azért tényleg az NB1-es bajnokság nem bóckodás, és hát nem Paraguayban vagyunk, hanem Argentinában. Neked kellett volna szólni, mert te vagy a kijelölt játékos. Így van, hát integetett is az edző, meg a csapatkapitány is, de hát a Lajos olyan lendülettel jött, nem volt szívem ellökni. Ettől függetlenül szép gólt lőtt. Hát mondjuk azt, hogy benn van. Lehet, hogy ő fogja a következőt rúgni már egy éles meccsen is? Én mondtam neki, hogy a Fradi ellen 0-0-a 90-ben is jöjjön, és rúgja.